Jó napot kívánok, üdvözlöm a nézőket. Itt a Szent György téren már minden készen áll ahhoz, hogy elkezdődjön a köztársasági elnök ünnepélyes beiktatási ceremóniája. Megérkeztek a vendégek, akik elfoglalták helyüket. Itt van Orbán Viktor miniszterelnök, a kormány miniszterei, volt államfők, országgyűlési képviselők, Kövér László az országgyűlés elnöke, és más meghívott vendégek is eljöttek. Egyébként ezekben a percekben fog megérkezni Súlyog Tamás köztársasági elnök, ő a gróf Nádasdy Ferenc huszárosztály parancsnokának felvezetésével érkezik majd meg a helyszínre. Böröndi Gábor, a Honvéd vezérkar főnöke fogadja, és Kunszabó István vezérőrnagy főhadsegéd köszönti majd, és az első sorban foglal majd helyet Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László az országgyűlés elnöke mellett. Ezután kezdődik majd meg az ünnepélyes ceremónia, amelynek végén Súlyog Tamás mond majd ünnepi beszédet. A közmédia egyébként az egész ceremóniát élőben közvetíti majd, az M1-en, a Dunán és a Kossuth Rádióban is követhetik a nézők az eseményeket. Súlyog Tamás egyébként a rendszerváltás utáni 7. köztársasági elnök, és most pedig ezekben a percekben be is iktatják majd, úgyhogy kövessék tovább az M1 adását. Tisztelt Hölgyeim! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Köszöntjük Önöket, a dr. Súlyog Tamás, Magyarország megválasztott köztársasági elnöke hivatalba lépése alkalmából rendezendő ünnepségem. Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, kedves vendégeinket és mindazokat, akik a televízió képernyőjén keresztül kísérik figyelemmel a mai eseményt. Tisztelettel megkérem Önöket, hogy felállva fogadják a Magyar Köztársaság megválasztott államfőjét, dr. Súlyog Tamás köztársasági elnök urat. Díszettség! Jassz! Díszettség! Fegyvert! Kar! Ba! Díszettség! Fogadás balról! Tiszte! Hegy! Köztársasági elnök úr, Zsolnay Tamás ezredes, a díszettség parancsnoka jelentem, az ön érkezésének tiszteletére a díszettség felsorakozott.
Díszegység, fegyvert, kar, ba! Tiszteltel megkérem a jelenlévőket, hogy felállva tisztelegjünk Magyarország történelmi zászlója előtt. Díszegység, fogadás balról, történelmi zászlóknak tiszte! Hegy! Történelmi zászlóivők, lassú díszmenet, irány utánam, lépés! In! Doi! Zászlóvivők, állj! Történelmi zászlóvivők, iga, zagy! Történelmi zászlóvivők, jaz! Történelmi zászlóvivők, pihenj! Díszegység, fegyvert, kar, ba! Tisztelt jelenlévő, kedves vendégeink! Kérem, hogy Kacsó Hanga népdalénekessel közösen énekeljük el Magyarország nemzeti himnuszát. Díszegység, fogadás középről! Tiszte! Díszegység, fegyvert, kar, ba! Díszegység, fegyvert, lap, hoz!
Tisztesség! Pihenj! Tisztelettel felkérem Szűcs Lajos urat, az országgyűlés jegyzőjét, hogy fáradjon a színpadra és ismertesse az országgyűlés határozatát Magyarország köztársasági elnökének megválasztásáról. Három per 2024, második hó 26 számú országgyűlési határozat. Köztársasági elnök megválasztásáról. Első pont, az országgyűlés az alaptörvény 10. cikk 1-es bekezdése alapján dr. Sulyog Tamást köztársasági elnökké megválasztja. Az alaptörvény 11. cikk 6-os bekezdése alapján a megválasztott köztársasági elnök 2024 év március 5-én lép hivatalba. Második pont, ez a határozat az elfogadáskor lép hatályba. Kérem, most hallgassuk meg együtt Gyurkovics Tibor Nemzet című versét. Tisztelettel felkérem Kubik Anna, Kossuth és Jászai Mari díjas színművészt, érdemes művészt, hogy mondja el a verset. Gyurkovics Tibor Nemzet. Ha lehet, és ha nem lehet, szeretni kell ezt az esetdaliát, ezt a nemzetet. Ha hiába reménykedett, hogy valamikor még lehet, ha becsapták, ha tévedett, szeretni kell a nemzetet. A Trianonban elveszett hegyéleken az éleket. Ha boldog-boldogtalan volt, ha fennhéjázott, bujdokolt, ahogy felhők között a hold, ha köhögött, ha ördögöt sandított a háta mögött, ha kedve egekig szökött. És akkor is, ha megszökött sorsa elől a menekült, lezárult határok között, ha véres a szemén a folt, ha gyarló és ha bamba volt, ha déli báb után loholt, ha 40 évig semmire se jutott, egy szemernyire se erősödött a szíve. A már-már kiüresedett szemeiben a szétesett emlékeket és fényeket, csontjaiban a rémeket, ha nem hiszi, hogy vége lett, és otthon egyedül remeg. A föl se szántott földeket, elveszett becsületeket, ha visszakapni sem lehet, mindent, mindent, a Kossuthok száján harsogó mondatot, ami csak lángolt, lobogott. Az ősök cselszövéseit, a vezérek merényeit, az aranyat, ha volna mit. A kapcákat, a rongyokat, a fölhasított talp alatt, kallódó mennyországokat, az urakat, a papokat, a mentéket, zsinórokat, ha szétmállott, ha leszakadt. A láb alatt a patakot, ami Lajos bebukott és páncéljával ott ragadt. Asszonyok sápadt arcait. Végvárak vesztett harcait. Radnótit, Balga Márait. Az örökké ellenkezők fölött a beszakadt tetőt. A láb alatt a vérmezőt, a csencselést, a nemlevést, a lassú gerincferdülést, a púpos hátakban a kést, az Istent, ezt az elnagyolt és betört templomablakot, ki nem ragyog, ki elhagyott. A szerbet, horvátot, zsidót,
ezt az egész állapotot, amiből létrejött a bog. Oláhot, Tótot, Kunt, Magyart, aki uralkodni akart, vagy földből magokat csikart. A Svábot, aki duzzogott, de a lágerban nem nyafog, ha kihull szájából a fog. A krumplit, a vasárnapot, az ólakban az állatot, még azt is, aki én vagyok. A megvetetteket, a szent együgyűt, aki gajra ment, kit lefiport a regiment. Szeretni kisebesedett ujjainkon e nemzetet. Szeretni mindenek felett. Tisztelettel szólítom az ország történelmi egyházainak vezetőit. A Magyar Katolikus Egyház képviseletében Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspököt, érseki általános helynököt, és az esztergomi főszékes egyházi káptalan tagját és nagy prépostját, a Szent István Bazilika plébánosát. A Magyarországi Református Egyház nevében Pásztor Dánielt, a Tiszán inneni református egyházkerület püspökét, a Magyar Református Egyház zsinatának lelkészi alelnökét. A Magyarországi Evangélikus Egyház képviseletében Fabinyi Tamás elnök püspököt, a Magyarországi Evangélikus Egyház északi egyházkerületének püspökét, a Luteránus Világszövetség alelnökét. Valamint az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség nevében Köves Slomó alapító és vezető rabbit, az Óbudai zsinagóga rabbiát. Istenünk, minden hatalom tőled származik, az égen és a földön, és arra tanítasz, hogy a hatalom az mindenek előtt felelősség és szolgálat. Most erre az új kezdődő szolgálatra, köztársasági elnök úr szolgálatára kérjük a te áldásodat, hogy ez a szolgálat, ez kifejezze mindazt az értéket, amely az emberben van, abban a csodálatos teremtményben, aki egyben annyira törékeny is. Hogy mindez a szolgálat tudja védeni mindazokat, akik védelemre szorulnak, mindazokat, akik segítségre szorulnak, és tudja védeni mindazokat az értékeket, alapvető jogokat, amelyek a teremtésben gyökereznek. Kérünk Istenünk, hogy add áldásodat elnök úr szolgálatára ezért az országért, és ezért az egész nemzetért, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged hatalmadért, dicsőségedért, és a te szavadért, amely örökké megáll. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradnak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába őriznek az őrizők. Hiába néktek, korán kelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Hűséges Istenünk, nemzetek, népek, Ura, hozzád könyörgünk, add áldásodat hazánkra, népünkre, nemzetünkre. Legyen rajtunk a te jó indulatod,
adj békességet a mi időnkben. A mi kezeink munkáját tedd maradandóvá, a mi kezeink munkáját tedd maradandóvá. Amen. Igen, tisztelt köztársasági elnök úr, kedves Zsuzsanna asszony! Most, amikor ünnepélyesen hivatalba lép, hogy elfoglalja a legmagasabb állami tisztséget, arra hívom elnök urat és mindnyájunkat, hogy álmodjunk együtt egy olyan országot és olyan Európát, amely egyre több krisztusi vonást mutat. Mert a benne élők nem elvont vallási eszméket hangoztatnak, hitüket nem képmutatóan és másokat kizáró módon élik meg, hanem hitelesen követik a megfeszített és feltámadott Jézust. Álmodjunk együtt egy olyan országot, amelyben béke és egyetértés uralkodik, ahol nagyvonalú a kormány és méltányos az ellenzék, ahol nem szakadnak ketté családok és baráti társaságok csak azért, mert különböző pártokat támogatnak, ahol romák és nem romák együtt tudnak élni, egyik ember nem kell, hogy féljen a másiktól, ahol a mély szegénységben élők felemelésén fáradoznak azok, akiknek több adatot, ahol ugyanazért a munkáért ugyanazt a bért kapja férfi és nő, ahol különbséget tudnak tenni menekültek és bevándorlók között. Álmodjunk együtt olyan közösségeket, amelyek kiállnak a szegények és a peremre szorítottak mellett. Egy olyan országot, amelyben nem számít érdemnek az adócsalás és az ügyeskedés. Álmodjunk együtt egy olyan Kárpát-medencét, ahol egymás iránti tisztelettel élnek a népek, és a kisebbségek jogai érvényesülnek határon innen és határon túl. Ahol védelmet kaptak a családok, és mindazok, akik a szeretet összetartó erejét másként élik meg. Ahol az egyházakat sem túl szeretni, sem diszkriminálni nem akarják. Ahol nem a trón és az oltár rossz emlékű szövetsége, hanem egyenlő felek párbeszéde és együttműködése valósul meg. Ahol rangkórság helyett a hivatástudat, uralkodási vágy helyett a szolgálat érvényesül. Ahol természetes értéknek számít a szolidaritás és az önfeláldozás. Istennek is van álma, hogy lesüllyednek a hegyek és felemelkednek a völgyek, annak érdekében, hogy Isten az emberhez és ember az emberhez megérkezzen. Isten álma, hogy nép a népre kardot nem emel, fegyverkezést többé nem tanul, és hogy ne beszéljünk szent háborúról, csak szent békéről. Azért imádkozom, hiszem sokakkal együtt, hogy köztársasági elnök úr nehéz hivatala ellátása közben sem szűnjön meg Isten álmát álmodni, és az emberek javára cselekedni a közszolgálatában. Erre kérek most áldást, Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívedet és gondolataidat a Krisztus Jézusban. Amen. ezerötszáz évvel ezelőtt a híres rabbi Ráv a következőt mondta a hatalom komplexitásáról. Még ha az összes tenger tinta is lenne, és a mocsarak mellett növő nád minden szála toll lenne, és az egek mind pergamen lennének, mindez nem lenne elég ahhoz, hogy leírjuk a kormányzat számszerűsíthetetlen szempontjait. Mindazt, amit a hatalomnak számításba kell vennie. A zsidó bölcsesség örök könyve, a Talmud így írja le, milyen nehéz a hatalomon lenni, milyen nehéz a hatalmat birtokolni. Nem véletlen, hogy azt is hozzáteszi, hogy a hatalom eltemeti azt, aki birtokolja. Az ember, aki belép a hatalomba, mesztelen. Mesztelen, amikor belép, és mesztelen lesz, amikor elhagyja azt. Elégedett lehet, ha kilépésekor olyan lesz, mint belépésekor. Bűntől, botlástól és rágalomtól tiszta. Nem könnyű hát a hatalom birtokosának lenni, és így mindannyiunkban ott a kérdés, az ilyet, amely annyi áldozattal, felelősséggel és persze a vétés lehetőségével jár, milyen áldással kell megáldanunk? Milyen áldást, milyen imát kell mondani a nép vezetőjére?
A Bibliában azt olvassuk, hogy Mózes, a nép első vezére, amikor élete végéhez közeledett, a következő fohásszal fordult Istenhez. Rendeljen az örökkévaló minden test szellemének Istene férfiút a község felé, aki kivonuljon előttük, és aki bemenjen előttük, aki vezesse őket, és aki bevezesse őket, aki kivezeti őket, és beviszi őket, hogy ne legyen az örökkévaló községe olyan, mint juhok, melyeknek nincs pásztoruk. Majd szólt az örökkévaló Mózeshez a következő kép. Vedd Jehosuát, Nun fiát, a férfiút, kiben szellem van, és tedd áldó kezedet őre áll. Mit jelent az, hogy akiben a szellem van? A bölcsek úgy magyarázzák, hogy ez az az ember, akiben minden ember szelleme ott van. Képes minden ember, népének minden embere szellemével azonosulni. Hiszen Isten nem teremtett két egyforma embert. Ahogy nincs két egyforma ábrázatú ember, úgy nincs két egyforma gondolkodású, hitű, nézetű ember. A vezető feladata pedig, hogy minden ember népének, minden emberének hitét, nézetét, gondolatát magáévá tegye. Ez a tudás pedig csak is a jó Istennél van. Így aztán az, aki királyt lát, évezredek óta a zsidó hagyományban azt mondja, áldott vagy te örökkévaló Istenünk a világ királya, aki adott bölcsességéből a húsvér embernek. Hanina rabbi, a főpap helyettes, mondta 3000 évvel ezelőtt. Imádkozz a kormányzat jólétért, mert ha attól nem tartanak az emberek, akkor az egyik elevenen elnyeli a másikat. A zsidó közösségek évezredek óta minden szombaton imádkoznak befogadó hazájuk jólétért és a vezetők bölcsességért. Tisztelt köztársasági elnök úr, egy olyan imakönyvet hoztam magammal, amiben ez az ima még első Ferenc Józsefre iratott. Az ima régi, de a szavai ma is aktuálisak. Ha noiszen csorlemem lachim, mennyei atyánk, világ ura, ki nemzetek és fejedelmek sorsát végethetetlen bölcsességedben szeretettel intézed. Áld meg szeretett magyar hazánkat és annak minden egyes közhasznú és jótékony intézetét, vedd oldalmadba hazánk főméltóságú tisztviselőit, országunk nagyjait, minisztereit, képviselőit és különféle hatóságaidat. Áld meg közösségünk előjáróságát és minden egyes tagját. Áld meg tudományos és jótékos intézeteiket, ébreszt fel polgártársaink keblében az emberszeretetet, a testvériséget és az egyenlőséget, mindezeknek szent érzelmeit. Ámen. Most a Budapesti Ügyvédi Kamara kórusa, a prokátorok tagjai lépnek a színpadra, hogy a zene egyetemes kifejező erejével köszöntsék Magyarország köztársasági elnökét, a díszvendégeket, az ünnepségen megjelenteket és a televízió nézőit. Elsőként a Dona Nobis Pacem, magyarra fordítva, Adj nekünk békét című dalt fogják hallani, amely egy latin miséből származó rövid ima a békéért. Majd Vavrinec Béla Széles a Balaton című népdalcsokor feldolgozása következik. A dallamok hazánk tradicionális csárdás stílusában csendülnek fel. A színpadon tehát a prokátorok, a kórus művészeti vezetője és zongora kísérője Molitor Éva. Oh,
Balaton vizeke eskeny a híd rajta. Ne menj arra, kis angyalom, mert leesel. Tisztelettel felkérem Sulyog Tamást, Magyarország köztársasági elnökét ünnepi beszédének megtartására. Tisztelt Schmidt és Áder elnök urak! Tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt házelnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, magyarok a Kárpát-medencében és a nagyvilágban. A kommunista diktatúrát lebontó Szabad Magyarország 7. köztársasági elnökeként állok önök előtt,
és köszöntöm Önöket. Mindenek előtt szeretném megköszönni mindazok bizalmát és jó kívánságait, akik támogattak, támogatnak. Amint másoknak, nekem sem az volt az újévi fogadalmam, hogy mire a tavasz beköszönt, Magyarország államfője legyek. Nem terveztem ezzel a szolgálattal, nem készültem erre a feladatra. De az évek során megtanultam becsülni a véletlen és kéretlen történések sors formáló erejét. És ha a sors váratlan helyzetek elé állít és szolgálatra hív, az elől nem szabad kitérni. A hazát, a nemzetet szolgálni a legnagyobb megtiszteltetésnek tartom. Esküm szentesíti hazámhoz fűződő hűségemet és elkötelezettségemet, amellyel a jogállamiság garanciáját nyújtó alaptörvény érvényesülése iránt mindig is kiálltam. Elnökként mindenkor a magyar emberek méltóságának védelmezője kívánok lenni. Az elmúlt több mint 30 év lehetővé tette, hogy elődeim kikövezzék az utat, amin járnom lehet. A jó példákat követni fogom, de igyekszem hozzátenni a magam utcaköveit. Tisztelt hölgyeim és uraim! Még a váratlan események is felkészülten érhetik azokat, akik biztos támasszal rendelkeznek. Az én támaszom egész életem iránytűje a jog. Ehhez mérten és híven kívánok dolgozni. Ahogy Ulpianus kissé patetikusan fogalmazta meg, jus est ars boni et equi. A jog a jó és az igazságos művészete. Jogász vagyok és jogász maradok. Elnökségem alatt mindvégig elsősorban a közjog talaján fogok állni. Magyarország egy több mint ezredéves államisággal rendelkező, a népszuverenitás elve alapján működő ország. A köztársasági elnök feladata, hogy ezt az államot az alaptörvény által meghatározott jogkörben képviselje. Ez az állam pedig jogállam. A jogállamot manapság sokszor használják politikai értelemben. Én azonban személyiségemből adódóan képtelen vagyok hajlékony értelmezési keretű, vagy érdekalapon változó jelentésű fogalmi kerettel operálni. A jogállam fogalmát annak eredeti jelentése szerint csak úgy használom, hogy az állam működésének egésze a jognak van alávetve. Megválasztásomkor hangsúlyoztam, hogy számomra minden hatalom csak a jog keretei között értelmezhető. Feladatom és szolgálatom mostantól más, mint amit eddig végeztem. De az alapértékek ugyanazok, mint amelyekhez eddig is hűen, határozottan tartottam magam. Köztársasági elnökként is az alaptörvény munkám sarokpontja, kerete és mércéje. Az alaptörvény pedig pontosan fogalmaz. A köztársasági elnök kifejezi a nemzet egységét, és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett. Ez az egység az, amit nem lehet és nem is engedek megbontani. És ez a működési forma az, amelynek keretei között értelmezem a szolgálatom, és melynek határait következetesen fogom őrizni, és nem engedem átlépni. Tisztelt hölgyeim és uraim! Nem feledem, hogy honnan jöttem, hogy milyen szellemi, kulturális térben vert gyökeret a családom és személyes életem. Magyarságom, keresztény hitem, kulturális hovatartozásom, amely úgy nemzeti, mint európai, és úgy európai, mint nemzeti, forrásai értékeimnek. Ebből táplálkozik életem és munkám. És csak ebből a nézőpontból tudom és akarom is szemlélni a világot.
nemzeti kultúránkból védendő értékek sora ágazik ki, amelyhez igazodni kötelesség. Ilyen a személyes méltóság, a család, a közösség, a gyermek. Alaptörvényünk a preambulumában rögzíti a magyar nemzet szellemi hitvallását. Olyan krédó ez számunkra, amelyért a magyarok századokon át küzdöttek, és amely egyben a nemzet jövőjének záloga. Alaptörvényünk nemzeti hitvallása kimondja. Valljuk, hogy az emberi lét alapja az emberi méltóság. Valljuk, hogy az egyéni szabadság csak másokkal együttműködve bontakozhat ki. Valljuk, hogy együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet, összetartozásunk alapvető értékei a hűség, a hit és a szeretet. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A nemzetközi kapcsolatok terén viselt nyitottságban és a külhoni magyarok tekintetében vállalt szoros kapcsolattartásban elődöm kiváló példával járt előttem, melyet követni érdemesnek tartok. Erről az útról nem kívánok letérni. Az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb és legfontosabb eredményének tartom, hogy ma Magyarország köztársasági elnöke nem csak lelki értelemben, amit magam is szívesen vállalok, hanem közjogi értelemben is felelős határon innen és túl honfitársaiért, aminek határozottan eleget is kívánok tenni. Különös aggodalommal követem a háború sújtotta ukrán államban élő kárpátaljai testvéreink életét. A magyarországi nemzetiségekre, mint hazánk történelmének és jelenének szerves és értéktöbletet adó részére megbecsüléssel tekintek. Nemzeti és kulturális önazonosságuk szabad megélésének támogatását magától értetődőnek tartom. Sors közösségünkből adódik, ezért kiemelten fontos számunkra a szomszédainkkal, regionális partnereinkkel való jó kapcsolat, valamint a szoros együttműködés a visegrádi országokkal. Nemzeti hitvallásunk kijelöli az utat a más népekkel való kapcsolattartásban. Együttműködésre törekszünk a világ minden nemzetével. Akár csak a nemzetek között, az ember és ember között is zsinór mérték a kölcsönös tisztelet. A törvény előtt mindenki egyenlő, nincs különbség, nincs kivétel, nincs részrehajlás. Az ember önmagában hordozza méltóságát, értékét. Ezeket nem mások véleményétől vagy visszaigazolásától tesszük függővé. A testi, lelki, anyagi rászorultsági helyzet sem von le semmit az ember értékéből, hanem mindez feladatokat ró a többi állampolgárra és az államra, hogy segítsenek embertársaikon. Feleségemmel, Zsuzsannával mindig azok mellett leszünk, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. A rászorulók, az elesettek, az önhibájukon kívül bajba jutottak, az idős, beteg és magányos honfitársaink mindig számíthatnak ránk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A zsidó-keresztény kultúra, a keresztény hit és a belőle fakadó értékvilág elválaszthatatlan tőlünk. Ezer éves államiságunk alapja, múltunknak szerves része, jelenünknek is meghatározója. Hazánk megkérdőjelezhetetlenül a nyugat része, mégpedig tudatos elhatározással vált azzá. Európaiságunk Szent István döntése, amelyet nemzedékek sora erősít meg folyamatosan, mind a mai napig. A magyar ezért egyben európai, és nem csak földrajzi, hanem szellemi értelemben is. De nem olvad bele, hanem összefor vele, és ez a kettő nem ugyanazt jelenti. Mi magyarként fortunk össze Európa sorsával, sajátságunkkal gazdagítva azt, és mindaddig tudjuk erősíteni a kontinenst,
amíg ezt magyarként tehetjük. Feladatunk nehézségét az adja, hogy Európa jövője nem csak rajtunk múlik, hanem az európai nemzetek összességén, a közösség minden egyes tagján. Hogy Európa tagadás lesz vagy ígéret, múlt vagy jövő, azt 27 állam polgárai döntik el. És ennek a döntésnek csak egy 27-éért tudunk mi, magyarok, felelősséget vállalni. Ezért is kiemelten fontos, hogy ebben a bizonytalanságban legalább mi, magyarok, álljunk biztos lábakon. Tisztelt hölgyeim és uraim! A megmaradás nemzeteként, annyi balszerencse közt, oly sok viszály után, megharcolt örökségként tekintünk oszthatatlan szuverenitásunkra. Deák Ferenc történelmünk egyik legnehezebb időszakában, ellenállva az elnyomni akaró külső erőknek, de a belülről jövő, racionalitás nélkülöző törekvéseknek is, fogalmazta meg azt az álláspontot, amelyhez ragaszkodnunk kell és érdemes. Alkotmányos életünknek és nemzeti létünknek alapföltétele az országnak törvényes önállása és függetlensége. Első és legszentebb kötelességünk tehát minden erőnket, minden tehetségünket arra fordítani, hogy Magyarország Magyarország maradjon, s alkotmányszerű önállása és függetlensége sértetlenül fönntartassék. De a megújulás szükségszerűségét sem szabad felednünk. Ahogy az alaptörvényünk is fogalmaz, a 20. század erkölcsi megrendüléshez vezető évtizedei után múlhatatlanul szükségünk van a lelki és szellemi megújulásra. Tisztelt hölgyeim és uraim! Minden bizonytalanná válik, ha az emberek eltérnek a jogtól, állapította meg már Grócius is. A jó élet, a biztonság, a rend, az igazság és a szabadság kiteljesedése akkor lehetséges, ha a polgárok és az állam célja közös. Nem lehet szembe menni az emberek akaratával. Az államnak szolgálnia kell a polgárait. De az állam sem működik hibátlanul. Ezeket a hibákat hivatott kiküszöbölni a jogorvoslati rendszer, az alkotmánybíróság és a bíróságok munkája. Ha egy állam büszke az általa elértekre és az erényeire, akkor a hibáit is vállalnia kell. A közbizalomnak a 21. századi Magyarország kötő anyagának kell lennie. Demokratikus államberendezkedésünk enélkül nem képzelhető el és nem is értelmezhető. Bizalom nélkül nincs működőképes állam, gazdaság és jogrendszer sem. Őszinteség nélkül pedig nincs bizalom. Az őszinteség pedig a dialógus meglétében mutatkozhat meg és nyilvánulhat meg. Arra fogok törekedni, hogy a kölcsönös érdeklődést, megértést és meghallgatást erősítsem a gyanakvás helyett, a tiszteletet biztosítsam a gyalázkodás helyett. Én erre bátorítok minden magyar embert. A jog alapján álló, értékközpontúságot követő együttműködést ajánlok. Tisztelt hölgyeim és uraim! Haza csak ott van, hol jog is van, mondta Petőfi, s mi már a jelen közjogi valóságától megszelídülve, de ugyanolyan határozottsággal állhatunk ki ma is megállapítása mellett. Magyarország jövője, családjaink békéje és országunk stabilitása rajtunk áll. Köztársasági elnökként minden cselekedetemmel azért fogok dolgozni, hogy mi magyarok örökségünkhöz hűen büszkék lehessünk majd történelmünk előttünk álló 21. századi fejezeteire is. Eskümhöz és meggyőződésemhez híven, az alaptörvény által számomra biztosított keretben, minden tudásommal és erőmmel szolgálni fogom hazámat és nemzetemet.
Milyen tisztelt hölgyeim, milyen tisztelt uraim, kérem, hogy a rendezvény zárásaként felállva énekeljük el a szózatot a Magyar Honvédség Budapest Helyőrségdandár központi zenekarának előadásában. Tisztség! Tasz! Tisztség! Fegyvert! Kor! Ba! Tisztség! Fogadás középről! Tiszte! Hegy! Történelmi zászlóivők, jobbra, át! Lassú díszlépés, felállítási helyről, lépés, in, doj! Tisztség, fegyvert, kor, ba! Tisztség, fegyvert, na, hozz!
Díszegység! Pihenj! Milyen tisztelt hölgyeim, milyen tisztelt uraim! Köszönjük megtisztelő figyelmüket! A mai ünnepség hivatalos része ezennel véget ért.